Eddig már jóval több mint 500 000 főiskolás, illetve egyetemista vette fel a diákhitelt, és az elmúlt évben fordult elő első ízben, hogy a folyósított hitelek összege meghaladta 30 milliárd forintot. 2020 egy rekordév volt a koronavírus járvány miatt is a diákhitel központnál. Ugye bevezettük a diákhitel pluszt, amely egy 500 000 forintig igényelhető, teljesen szabad felhasználású, teljesen kamatmentes kölcsön lehetőség volt. Ezt a mai napig már majdnem 40 000-en igényelték. Ez, ha a 270 000 felsőoktatási hallgatóhoz viszonyítjuk, ez egy nagyon magas szám, de egyébként is rekordot döntött a diákhitel központ, mind a diákhitel 1, mind a diákhitel 2 termékekkel, és hát egy fontos változás volt még, hogy a kormány felemelte a diákhitel 1 összegét 70 000 forintról havi 150 000 forintra, ezzel is nagyon-nagyon sokan élnek, és ugye még mindig életörlesztési moratórium, tavaly március 19-én került bevezetésre. Az elején egyébként ilyen 60-65% fizetett rendben az ügyfeleink közül, de ez most már 70% fölött van, tehát egyre kevesebben élnek ezzel a lehetőséggel, de még mindig 10 000-eknek segít ez az egyébként most szeptember 30-ig élő moratórium. A bármilyen hitelbírálatot, illetve biztosíték felmutatását nélkülöző diákhitelnek a szabad felhasználású formája tulajdonképpen a hazai pénzpiacon elérhető legkedvezőbb kamatozású személyi hitel, amely a fiatalok képzési és életkörülményeit hivatott segíteni. Ezután az átképzésre, továbbképzésre, tanfolyamokra jelentkezők is kaphatnak hasonló támogatást. Bevezetjük a szak- és felnőttképzési hiteleket, két fajtája van. Hasonlóan a diákhitelekhez lesz egy szabad felhasználású képzési hitel 1, ezt havonta maximum 150 000 forintig lehet igényelni. Ez egy 1,99%-os kamatozású teljesen ugye szabad felhasználású hitel, és van egy kötött felhasználású képzési hitel 2, amely kamatmentes és havi 500 000 forintig lehet igényelni. Nagyon sok olyan család van, ahol anyagi okból eddig mondjuk a családfő, a családfenntartó nem tudott részt venni egy fél éves vagy egy egyéves képzésbe, hiszen nem tudta otthagyni a munkahelyét. Ez nyilvánvalóan javítani fogja a munkaerőpiaci mobilitást, illetve olyanoknak is ad segítséget, akik mondjuk egy kisvárosban eddig csak egy-két képzést közül választhattak, ennek a hitelnek a segítségével akár nagyobb városokba is elmehetnek, és a tehetségüknek és az álmaiknak megfelelő képzettséget szerezhetnek. Ugye tudjuk azt, hogy egy felsőfokú diplomával rendelkező fiatalnak a kezdő fizetése duplája a középfokú végzettséggel rendelkezőnek, és ugyanez igaz hasonló, egy kicsit alacsonyabb számmal, de 30-40% magasabb azoknak a fizetése, akik egy átképzés vagy egy felnőtt képzést elvégeznek a középfokú végzettség mellett. A júniustól már igényelhető szak- és felnőtt képzési hiteleket személyes megjelenés és papír alapú dokumentumok nélkül is kérhetik a diákhitel központtól, és pár napon belül már meg is kapják a kért összeget. Jelenleg folyik az átállás a régi OKS képzésekről az új megreformált szak- és felnőtt képzés területére, és mi azt várjuk, hogy körülbelül szeptemberre érjük el ezt a 120 000-es számot, amelyik együttesen a szak- és felnőtt képzésben már a megreformált képzésekben fog tanulni. De arra is számítunk a kormánnyal, hogy a képzési hiteleknek és a reformnak köszönhetően jelentősen nő a szak- és felnőtt képzések népszerűsége, tehát ez a szám sokkal magasabb is lehet. Nem olyan régen megjelent egy reprezentatív kutatás, amelyben azt mondták a honfitársaink, az 50%-uk készek arra, hogy mindenféle átképzésben, felnőtt képzésben részt vegyenek, hogyha ez a munkahelyük megtartása érdekében, vagy egy karrierváltáshoz szükséges, ami egyébként egy magasabb fizetéssel is jár. Tehát több millió ember is élhet akár ezzel a lehetőséggel, hogyha éppen az adott helyzet úgy hozza. A szak- és felnőtt képzésben résztvevők számára kalkulált hitelek kamatkondíciói megegyeznek a diák hitelekével, ám legfeljebb 10 év a visszafizetési határidő, és a képzést követő 4. hónapban kell kezdeni a törlesztést.